Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Pillars of Eternity második részének folytatása. Azt hiszem erre van a történetünk következő pontja. Földerítjük. Van túlélése. Sikerrel megtalálta a hatalmas emberi lábnyomokat. Csapda. Kaptunk egy új csapdát. Nos, próbáljuk meg. Ez van. Megütköztettük őket egymással. Na, ezt a kis sarkot. Kaja. Ha jól értem. No, hogy mi lesz itt, nem tudom. Felteszem, előbb-utóbb már belefutunk olyasmibe is, amivel meg kell küzdeni. De egyelőre megelégszünk azzal, hogy különféle próbák, amiket így úgy amúgy teljesíthetünk. Ez egyébként igen szimpatikus, hogy nem egy megoldása van a ügyeknek. Ó, szintet léptünk. Yeah. Töm, kapunk egy skillt. Legyél te a túlélőnk. Az ilyen intimidation és vidékét azt lassan hanyagoljuk. Explosív vagy atlétika. Explosív, de lehet, hogy majd ezt megbánjuk. Legyen ez. Arcana. Insight. Thank you.
Legyen ez. Ó, kettőt is kapunk. Legyen ez. Abszolút nem tudom, hogy melyik mit csinál, és melyik jó. És megmondom őszintén, nincs kedvem átnézni annyira, hogy kiderítsem. Mondjuk ez. Hey. Aha. Hol vagyunk? A sarokba. Úgy látom, csak körbenézhetjük. Ó, nem. Ne lehet sunyogni egy másik irányba. Egy újabb óriás szobor. Ott elhagyhatnánk csak a tábort. Ó! Oh. Amikor azt mondtam, hogy kijelölöm mind a három karaktert, akkor persze nem jelölte ki mind a három karaktert. Eh? Leave it to me. Got it. Sure. Why not? Watch your weight. If you'll spare me a minute, I'd like to perform a last rite for these poorly departed souls. Please, Watcher. Without my guidance, they might have a hard time finding the light. Mighty kind of you. This here's a final call for all souls. Last stop for the lost. Gather around now, I'll cut you loose and haul you into the light. Well, I had to try. It's my honored duty to reap and shepherd departed souls during their journey to being reborn. With Aethys dead, me and the other reapers gotta gather as many souls as we can. We'll keep him safe until Gon returns to hell and can take him into his divine embrace. I'm keeping lost souls. And here. And that's all I care to say for now. Let's go. Na jó, haladjunk lefelé. Furcsa szobrok. Vagy halottak. Sure. Szerencsétlen madár ugrál utánunk, ahelyett, hogy repülne, vagy mondjuk felszállna valamelyikünk vállára. I reap what I sow.
Got it. Wow. Rövid pillanat, egy kihívás volt egy hordó. Leave it to me. Yeah. Ez egyébként jól láttam, igen, a helyi fizetőeszköz. Tehát gyakorlatilag pénzt szerzünk ezekből a szobrokból. Nyilván. Looks like trouble. Oh, hello. Elég sok HP-juk van. Mondjuk nem egy gyors menet ez a harcrendszer. Ami egyébként nem feltétlenül baj, tehát nem az a cél, hogy milyen gyorsan tudsz akciózni. Nem attól lesz jó vagy rossz egy harcrendszer. Csak meglepő. Hát ezek szerint semmilyen titkos helyre nem érkeztem volna. Sőt, abszolút nem. Scroll of Minor Healing. Jó, hát hosszú-hosszú szövegek. Oké. Azt hiszem valahol itt volt egy lejárat, amit lehet, hogy... Aréna sublevel. Várjunk teljesen spontán aréna harcot. Sure. Érdekes. Why not? Looks like true. Wow. Egyből hárman is vannak. És nem is gyengék. Holy Radiance. Oké, okay, jó, hogy ilyet tudsz. Reméltük. De azért volt némi veszély. Itt volt egy másik lejárat. Ha figyeltünk volna rá. Van még egy ilyen szobor. Rengeteg lejárat. Au.
kis lábnyom. Akkor menjünk be a lábnyom alá. Logikusan annak az épületnek be kellett volna, hogy omoljon. Meglátjuk. Ha egyszer az ajtó egyenes hosszabbításában egy hatalmas Isten szobor lábnyoma van. Termetes mélyedéssel a talajszint alá. De helyett itt kéne lenni a mélyedésnek, tökéletesen épp termet kapunk, ahol szinte semmi nem történt. Beszámítva egy ilyen Cave Beetle-t, meg egy semmiből előbukkanó másikat. De ez nem különösebben volt kihívás. Onyx. Vajon ez volt a quest cuccunk? Azt hiszem. Journal. Blablabla. Na hát ez a szoba ennyi, úgy látom. Shielded caging. Akkor elvileg oda be lehetne valahogy menni. Meglátjuk. Valószínűleg ezt a dig site-ot fogjuk felnérni. Annak a szomszéd termébe vagyunk. It's mine now. Sure. Oké. Milyen kombat kezdődött? Skeletal Warrior. That looks like some. This thing isn't doing the job. Jó. Gondoltam volna, ha látod, hogy ott a csapda, akkor nem rohansz rá. De hát miért vártunk volna épelmét a karaktereinktől. That was about as useful as a bump on a pickle. That hardly seems fair. Can't make a dent. Better try something else. Ezt kimondottan hasznos, hogy még gyógyul is. Dog won't hunt. I need something stronger. Hát én inkább egy olyat kérnék, amelyikben a játék maga az a felfedezett csapdát nem sétáló területét gondolja átminősíteni. De hát ezt sajnos az efféle játékokban soha nem kapjuk meg. Kötelező a karaktereinknek hülyének lennie, mert ettől érzi magát
a szeféle játék szórakoztatónak, nem tudom miért. És ezt sosem tudom pozitívan reagálni. Jobb Skeletal Warrior. Menjünk föl. Egyből kettő? Hát ez csodás. Egyel is igencsak megküzdöttünk. Oh. Ez remek. Na hát ez a harc viszont az bizonyította, hogy nem túl szórakoztató. Jó millió kilométerje volt az utolsó mentésünk. De persze. Gondoltam, nem hülye a játék. Hát ez rossz ötlet volt. Maradjunk annyiba ezzel, nem nyerte meg a szimpátiámat. De akkor küzdj vagy valamit. Azt nem látom, hogy támadnál. No. Egyetértek, hogy jobb lett volna, ha ezt senki nem látja, de ez maga a játékra vonatkozik. Na, tehát detektálja, majd leszarja. Azért leave it to me. Így lehet nagyon értéktelenné tenni a játékot. Élvezet szerint. Yeah, nem álltál meg 3 mikronomként, hanem úgy gondoltad, hogy a karaktered, aki futtában fölismeri a csapdát, az majd nem áll neki ráállni? Tá. Ne légy hülye. No. Hogy tudunk pihenni? Nem kértem bohóckodást. Jó, nem itt pihenünk, ezt a részét összeraktuk. Legalább nem játssz el azt a bohóságot. The children of the Dawn Stars. I wondered if we'd run into them down here. Hogy darabonként egy-egy pihenés kell. Just an old friend. Came out here to settle with them last I heard. Maybe we should ask around. See if she's still out. Just a friend, huh? Oh, well, both grew up in Gilded Vale, same temple. All right, all right.
She was real loud too. Just have to cover her mouth or she'd get the dog howling in the next room. I knew you'd understand. You're gonna like her. I got a good feeling. Yeah. No. Ezek szerint egyik bejárat, másik kijárat. Túl sok lejáraton nincs. Itt majd, ha valahogy megtaláljuk, hogy hogyan. Felteszem valamilyen csapda vagy trükk. You are there. Are the beasts gone? Oh. Perfetto. We are saved. Yeah. Me and the Watcher? We're always happy to help. Ow. Governor Clario must have sent you to rescue us, no? But you do not look like one of his guards. I told you the governor does not care about us. This is all about profit. For him and the rest of the Valian. Caloste! You are here. And that is what matters. Hiding, of course. We were taking measurements of the luminous Adra when something strange began happening. Fascinating. The pillar started to dim. The ground shook. And our instruments showed unusual variations. That's when those of us with a grain of sense got into the cage. Something we made to protect ourselves from surges in the luminous Adra. No, those have not been a problem, but I am grateful today for unnecessary precautions. The Colossus, some kind of construct made from luminous Adra. It passed through the arena toward the pillar. Moments later, the pillar went dark, and all of our colleagues outside the cage froze, like they turned to ash. That is when the panthers and worms showed up, started going through the tents. It was awful, but Engferth. Some of our people are still missing in the ruins, including Odorisi, our lead researcher. It is possible he managed to hide. Most of the ruins are that way, through the door next to the ramp. If you are going below, you should take Engferth with you. Hey, he looks just like... Yeah... Engferth knows a great many spells. At first, he even cast fire to chase away the panthers. Until the flames nearly caught one of the tents. Agrasima. I do not expect the ruins will be any safer. Many of our people remained behind. It would be prudent to take help. As long as Engferth is willing. I would be happy to assist. Be careful, amico. I shall try. Thank you for your discretion. I'm certain you have many questions, but I fear they must wait until we're off this island. That's a rather long story. The short version, for now, is that I'm gathering information on local animancy operations. But I could ask you the same. Well, there's never a dull moment with you. We can speak more freely once we're away from Port Mage. For now, let us find Odorisi. Maradjál, Wizard.
Jó. Valahol volt még egy lejáratom, azt hiszem. Vagy nem. Wow. Nem tudom melyik. Jó, minden ellenfél, akkor nincs miről beszélni. Nekem elég, ha támadjátok. No. Hát úgy látom, ha a méretezés igaz, akkor itt még egy vagy esetleg kettő elfér, mint csapattag. Némi random cumó. Sure. Leave it to me. Oh. Úgy látom ennyi. Csak egy ingyen csata volt. Most annyira az nem izgat, hogy random bokorba, hogy mit találunk, vagy mit nem találunk. We're lucky the cage worked. Be careful. The tunnels below may have collapsed. We should build more of these cages, I think. Ancient training hall. A logika azt mondaná, hogy itt valahol még van valami. De úgy látom, nincs. Tön. Összességében eléggé vegyes a véleményem a játékról. Egyes részei nagyon jól átgondoltak és érdekesek, mások... Miért? Az World Map-ra megy. Ennyi? Az is jóval nehezebb. De azt mondja, hogy itt még találhatok dolgokat. Legalábbis úgy érzem, hogy ezt próbáljam sugalni.
Arena sublevel. Azt nem használtam. Mert hát miért raknánk ki mindenki járatot meg bejáratot? Épp pedig ha nagyjából kirakjuk mindegyiket, a többit találd meg. Teljesen új hely. Igen, csak szép szobrokkal. Aha. Van egy déli irány, de nézzük először meg ezt. Valószínűleg egy masszív harcba készülök. Ó, plusz 15 health. Semmi gyanús. Ó. Oh. Pontosság. Felteszem, az ilyen íjászként jó. Ugyanolyan medium armor. Large shield. Csapda. Na jó, nem bohockodunk itt az összes. Look what the watcher's given me. It's pretty as a picture, ain't it? Ow. Poor fools. They were unprepared for this. Hát, segítetted őket, akkor ne sírjál rajtuk. Rybar. Why not? Én érzem úgy, hogy arra szükség lesz. Sure. Leave it to me. Nos, merre? Menjünk délnek, az talán a rövidebb, bár lehet, hogy a veszélyesebb is. Örökké égő fákják. Leave it to me.
Okay. Well, at least it didn't catch us by surprise. Happy to oblige. Úgy érzem, annál egy kicsit nehézkesebb, hogy random kitaláljuk. Itt van három pajzs, ugye? Why not? Oké. Egyik jel. Hát talán. Mondjuk elég rossz szögből lehet őket látni. Ez meg ez. Bingo. No, ez biztosan jobb, mint a többi. Jáde, meg csak jáde. Nagyobb sebzés. Tessék, kapta egy gladiátor kardot. Oh yeah! Wow! Szétrobbantotta. That looks like something. Oké, majdnem rácsaptunk a szomszédba. Enterből. Cumóra, csak úgy. Tatter note, újabb edzék. Fegyverhez. No sweat. Got it. Why not? Fincsi Degger. Mivel harcol ez a... Ez elős.
mivel nem normális. Hát, személyes fegyvert nem cserélünk le. Mondom, miután a... Nem, az csak egy szimpla kard volt. Trial of Flame. Oké. Okay. Annyira nem veszélyes. No rush, but if you have any antidote, tell me. After it. Tünk volna csapat. Szobor, beomlott cucc. Semmi. Na, mi megnézzük ezt az utolsó ágat. I see the wits of the... Jó, mindkét irányba lehetne menni. Nem tudom, melyik a jó. Különlegesebb. Itt nem igazán látok most semmi extrát. Bárki tudja. We got trouble, folks. Ja. Ó, oh, kettő is. Nyilván mielőtt üssük ki az egyiket, ha lehet. Szent van itt még lefelé, ha jól értem. No, hát ez azt mondja, hogy nem járható út. Akkor már sok felé nem tudunk menni. Ja. Essence anomália. Legyen bármi is az. Inkább a másik irányt lesem meg, az szűkebbnek tűnik, vagy nem. Egyértelmű, hogy ennyi. Ó, itt a harmadik kamra. Oh.
Nagyon hosszú szöveg. Sityak. Különféle kaják. Scroll. Nem, semmilyen furcsa felfedezni valót nem találtak hős embereink. Odorisi. És akkor megtaláltuk. This one's ashen. Means he ain't got no soul for me to tend to, right? Nagyjából. Oké. You placed your hand against the pillar of luminous Audra. A dim, warm light emanates from the surface, but it feels cool to the touch. Pinpricks dance along your fingers, uncomfortable, but not painful. A woman's voice, scratchy, distant, and halting. Echoes in your mind. Az a narrátornak hívják. Föltenném a kérdést, miért taperolom? Főleg miért anélkül, hogy a játékos döntött volna azról, hogy taperolja. Find your soul in him. You concentrate. Peering into the Audra's energy as you would peer into a soul. Its inner light is blinding, but as you become accustomed to it, you perceive the core of the Audra itself, a churning mass of millions of soul fragments. With a jolt, the energy reaches out to you. The Angwithin ruin fragments around you, breaking into incoherent shapes and dissolving to dust. Falling into an infinite well of dark gray vapor. Even the ground itself disintegrates into nothingness. All that remains is the murky expanse of the in-between. The Audra pillar, and a skein of golden threads rooted in the pillar that extend far off into the distance. You focus on the threads. You catch glimpses of memories, your memories. Mingled among the memories of thousands of other captive souls. The filaments begin to cohere, rapidly twining into a golden cord. With a muffled crack, the cord ripples outward in a violent wave toward the endless distance. The cord undulates over a space so vast that you lose sight of the wave before it finds its end. Then, a heavy creaking. Like the sound of mountains shearing under their own weight, washes through the dull gloom of the in-between. A violent force yanks you along the cord at an incredible speed. The murk of the in-between warps erratically, as though you are observing it through an ill-ground lens. Just as quickly as you were pulled forward, you stop. Suspended below a massive figure of ancient carved Audra. Like all Audra, it glimmers with energy, but the souls and memories within it are not flowing down. They churn in a vortex that burns at the heart of the statue's mass in some invisible engine. It is Aethys. The great golden cord terminates in his back, sending pulses of energy throughout his limbs as they move. He walks in long, slow strides toward a brilliant pillar of Audra far in the distance.
It shines even more brightly in the in-between than Aethys. From within the teeming throng of souls, dozens of eyes look out to you. Through the cord, their collective anguish and despair push at the edge of your mind. Help us! Please! Help us! Their voices echo in your mind. Somewhere within their ranks, you can feel the presence of your own soul slumbering deeper in the gyre. You reach out to the lost souls, but the incredible power flowing through Aethys's body repulses you. Not even your Watcher powers can penetrate the massive tides of energy crashing through him. The souls sense your efforts and attempt to breach the surface of Aethys's body, but are instantly pulled back down into the deep well at the statue's heart, as though they were pried from the edge of a great precipice. Aethys's stride slows and stops. His head slowly pivots until its great burning eyes are cast back along the cord. As his gaze meets yours, you feel an overwhelming rush of incredible joy mingled with profound sadness. You have sensed similar anguish in lost souls, but never with this intensity. A soothing voice drifts into your mind. It takes great bravery to venture through the in-between, even for a Watcher. A swell of admiration radiates out from the god's heart, a force so intense that it momentarily overwhelms you. You do not need to follow me, for their sake or your own. Something beautiful is coming. Something that will save us all. A great light shines from Aethys's brow. So bright that even the souls within him flinch from the source, cowering in fear. Through the glare, you see Aethys's massive arm reach up to grasp the golden cord. The tether, carrying energy from the Audra pillar to him, that also suspends your consciousness. I still have need of it, but do not be afraid, Watcher. Dawn will come for us all in time. Oh, de aranyos. Aethys yanks on the golden cord, pulling it from his back. The cord tears into filaments that blacken and dissolve to dust. Without pause, he turns to resume his stride toward the distant pillar of Audra, shining on the boundless horizon. You hear the souls within him cry out for just a moment, before your consciousness is snapped away from them. The in-between goes dark. For a second, you feel a mix of nausea and a sensation like spinning and falling. Then the moment ends. Your consciousness has returned to the Angwithin arena. The world is sideways, the Audra pillar upside down. You flinch at the feeling that you're standing on the ceiling. The disorientation overwhelms you and you collapse to your knees next to the luminous Audra pillar. Previously dim and flickering, the pillar now glows with a strong and steady light. You touch the Audra again, but the chill and prickling sensations you felt before are gone, replaced with a comforting warmth, like the embers of a fire that has just lost its flame. You all right? Come on, we just got you back. I heard you say that before. Had something to do with a 2,000-year-old lunatic talking to you in your dreams. I've seen you commune with souls of the dead, but this looked altogether different. What happened? Already? Moving things along rather quickly this time, aren't we? What did Gon say? Is he gonna meet us? What do we do next? He charged you with a divine calling, didn't he? Just like he's done for me. How hard can it be to find
in a chain of thousands of islands. I wonder what he's after, and why he's been giving me these dreams. The things I've seen, they leave a mark on your soul. Uh-huh. I may not know what Gon's got planned for me, but clearly he wanted me to meet you. No, azt hiszem ez ennyi volt, akkor és most jön a legszórakoztatóbb rész, visszasétálni a világ túlfelére. Azt hittem, ma megint harc van itt. Na, azokat megoldottuk. Több-kevesebb ügyességgel. Van néhány szellem itt. What do you see that I can't, Watcher? All of them? Really? Ezek ilyenek. Watcher, we'd like to come with you. You have our thanks. We appreciate that you showed us the way to the Audra. But what if it goes dark before we reach the beyond? Can I harvest the souls now? Thank you for aiding my mission, Watcher. I just knew you'd help me if I followed you. Thank you, Watcher. Ooh, spooky. Helyiek? Felszívódtak? Nem, még itt vannak. Ekosi. But I must take stock of our supplies. Ahogy gondolod. No, menjünk ki a világtérképre. Aztán zárunk. Már így is elég hosszú volt ez a menet. Elvileg van itt egy mellékküldetés, azt majd meg kéne még oldani, de majd legközelebb.